Tényleg az a kérdés, hogy a valóságunk szürreális vagy groteszk, vagy ez a film, amelyik ábrázolja, és számomra a valóság sosem lehet groteszk vagy szürreális, hiszen megtörténik. Annak a bemutatása lehet az. Azért értékes ez a film, mert hogy amikor benne ülünk ezekben a mindennapokban, nem ötlik fel nekünk egy megnyitón, hogy miért is kell tűző napon, szeptember 1-én ott állnia. Több tízezer gyereknek szert az országon, hogy unalmas beszédeket hallgasson az álljulási. De amikor a választó jelenik meg, akkor ez így egyértelmű evidencia, hogy mi a faszság ez. Üdv mindenkinek, ez a nagy látószög a Mozinet videósorozatának újabb állomása újabb epizódja. Ebben a sorozatban mozinetes és színegós filmekről beszélgetünk, meghívott szakértőkkel. A mai témánk Simler Bálint új filmje, a Fekete Pont, amely már látható a mozikba. Vendégünk pedig Gyenge Zsolt, filmkritikus, a MoMA oktatója. Szia Zsolt, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Szia Gellért, én is örülök. <laughs> Nagyszerű, mind a ketten örülünk. Meg ennek a filmnek is örülünk, mert ugye ez egy olyan film, ami, hát ami körül most elég nagy a felhajtás. Ugye ez egy iskolában játszódó film, bevallottan ugye Színer Bálint önéletrajzi írta a forgatókönyvet, de amitől még hatásosabb, vagy ami, ami még inkább igaz erre a filmre, hogy rendkívül kényelmetlen nézni sokszor, és innen jutott eszünkbe, hogy indulhatnánk onnan, hogy ezzel a a, a, kényelmetlenséggel hogyan bánik általában a magyar film, mint a valóságábrázolással hogyan, hogyan bánik, és hogy, 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 milyen hagyományai láthatóak ebben a filmben, vagy érhetőek tetten, és mi az, amitől új. De szerinted beszélhetünk egyébként valamiféle új hullámról, ami a magyar film valóságábrázolását illeti? Mondjuk, hogy a Magyarázat minden című filmet ide csapjuk mellé. Hát ez jó kérdés, hogy beszélhetünk e két film után hullámról, tehát hogy... Kezdődő hullámról. Igen, igen de, de ez kérdés, ez egy picit, hogy is mondjam, később válik talán láthatóvá, hogy, hogy elindul-e a a valóságábrázolásnak egy olyan iránya, amit nagyon sokan hiányoltak, főleg a rendszerváltás után a magyar filmből, hogy hát itt volt a rendszerváltás, mint egy nagyon kézenfekvő téma, és ahhoz nem nyúlt az akkori magyar film, vagy legalábbis sokan felhánytorgatták ezt, hogy lényegében a Moszkva térig kellett várni ahhoz, hogy a rendszerváltásnak egy generációs tapasztalatát, filmre vigye valaki. Azt szokták mondani, hogy a valóságábrázolásak van egy magyar hagyománya, de mondjuk egy generációval korábbi, és kérdés, hogy ez mennyiben tudatos vagy, vagy, vagy ö, véletlenszerű visszatérés, vagy visszakapcsolás ahhoz, ugye, amit budapesti iskolakét szoktak nevezni, és ami a fikciós dokumentarizmusnak a műfaja, és hát a magyarázat mindenre esetében egyértelműen arról van szó, hogy a hétköznapi valóságba ágyazzunk bele egy megírt, és fik sok elemében fikcionalizált, meg ö, ö, mondjuk így individualizált történetet, de hát itt is azt látjuk. Még akkor is, hogyha tudjuk, hogy a személyes tapasztalatok, tehát a konkrét dokumentarista valóság is belejátszott. Ugye a, ez a Budapest iskola, ami a BBS-ből, a Balázs Béla Stúdióból nőtt ki a 70-es években, ennek az a izgalmassága, hogy ők nem csak azt mondták, hogy valós történeteket ö, kicsit fikciósítva jelenítünk meg, hanem nagyon gyakran az Történetek valós résztvevői, amatőr színészek jelenítették ezt meg. Ami azt jelentette, hogy ha nem is konkrétan velük történt meg az, ami a filmben látható, de ők is ugyanabban az élethelyzetben vannak. Ez akár ha Dárda Istvánnak a szenzációs jutalomutazására gondolunk, Jeles Andrásnak az álombrigádjára. Vagy királykatonát például. Ő, vagy még igen. hát a családi tűzfészek tarvilától meg még sokat lehet mondani. Tehát ezek azok a filmek, amelyek ezzel játszottak, hogy azok az emberek, akik ebben az élet, abban az élethelyzetben vannak, dramatizált jeleneteket adnak elő abból a világból, amit amúgy is élnek. És ez, ez ad nyilvánvalóan hitelességet, a dokumentarista íz nekik, és az is, hogy nem profik, tehát nem láttuk már a színpadon, vagy a vászton őket. Meg hát olyan történeteket filmesítettek meg, amelyel nem feltétlenül foglalkoztak akkor ugye a magyar film fősodrában, és mondjuk az talán markáns különbség, hogy, hogy ha jól tudom a Budapesti Iskola filmje azért inkább a tűrt kategóriába. Tartoztak a szocializmus idején. Most meg azért kimondhatjuk, hogy a valóságnak az, az a fajta ábrázolása, vagy igen, az a habitusú ábrázolása, amit a fekete pont csinál, az valamelyes tabunak számít, vagy hát legalábbis eléggé nehéz mondjuk pénzt szerezni egy, egy ilyen filmtervre. Sokkal nyíltabban, mint, mint a rendszerváltás előtt. Azért én ebben nem vagyok biztos, tehát hogy szerintem az, hogy nem adunk finanszírozást, közpénzt erre, a legalábbis a hivatalos csatornákon keresztül, az bizonyos értelemben a, ugyanaz, mint a tűrt kategória, oké, hogy a BBS valami minimál Kaptak finanszírozást kapott, de ott például teljesen benne volt a pakliban, hogy elkészíthetitek a filmet, de ha nekünk nem tetszik, nem mutathatjátok be. Tehát ugye azt hiszem az álombrigát például csak 89-ben került moziba. Igen, az ez lett tiltva, amikor ezek közül, hogy van, van olyan, amit nem de, de, közben meg volt olyan, ami meg szétnyerte magát a fesztiválokon a budapesti iskola kapcsán. Tehát, hogy nyilván nem, nyilván nem az állam támogatásával jutottak el ezek a filmek a világhír szélére, vagy akár világhírűek is lettek, de hogy, de hogy azért valamiféle szelepként kezelte a, a, a rendszer ezt a fajta művészetet. Most, most meg éppen hogy, éppen, hogy talán azt lehet érezni, hogy, hogy a, a valóságnak az abéli a ábrázolás ez a kicsit groteszk, kicsit szatirikus, de azért nagyon-nagyon átélhető, kényelmetlenül átélhető stílusa vagy formavilága. Ez, ez ilyen egyértelmű, hogy ilyen ellenzéki helyzetbe helyezi a filmkészítőt. Hát egyrészt ellenzéki, igen, arra is kitérek, de hogy, hogy nem tiltják be. Tehát az azért nem fordulhat elő, hogyha valaki saját pénzből, független módon, szívességekből elkészít egy filmet, és talán ráforgalmazott, mint esetünkben, akkor ezt bemutathatják a mozik, és senki nem fogja betíteni. Tehát ebben az értelemben én azt gondolom, hogy bár vannak különbségek, de valahol ott státuszája ehhez a tűrt kategóriához nem áll messze. Hiszen ugye azt szokás mondani, hogy, a kapi, hogy míg a diktatúrákban karhatalmi kényszer van, a kapitalizmusban pénzügyi kényszer. Tehát, hogy adott esetben nem engedem létrejönni a filmet azáltal, hogy nem adok rá finanszírozást. Aztán, ha mégis össze tudják kaparni, de akkor, akkor ám legyen, de tízszer nem fogod tudni összekaparni. Mert első filmedre eljönnek szívességből, még a másodikra, de egy adott pillanatban elfogy a Közele működőknek is az a szakmai tőkéje, energiája, megélhetési tartaléka, amiből a projekteket vinni tudja. Tehát én ezért gondolom, igen. Amit viszont az ellenzékségről mondtál, az egy érdekes dolog, mert hát én igazából azt szoktam mondani, hogy művész nem lehet konzervatív, mert a művészet mindig arra törekszik, hogy valahol a fennálló szabályokat ne konzerválja, hanem felülírja, Val lehet ezt úgy mondani, hogy újat akar létrehozni, de hát nyilván nem ismételni akar, tehát hogy, hogy a művésztek muszáj valamilyen módon subverzívnek lennie. A társadalomról beszélő alkotónak, meg nyilván kézenfekvő, főleg ha dokumentarista ihletettség van benne, hogy a problémákkal foglalkozzon. Tehát, hogy feltárja a diszfunkcionalitását, nem biztos, hogy a politikai, lehet, hogy a gazdasági rendszerből fakad. Hát az már a magyar helyzet sajátossága, hogyha egy olyan dologhoz nyúlsz, az a filmesek tulajdonképpen szinte soha nem szoktak, a magyar iskolarendszerre gondolok, akkor már önmagában ettől ellenzéki leszel. Én erre, erre csak annyit mondanék, hogy igaz, hogy most ez ellenzéki, mert hát egyébként minden ellenzéknek az a feladat, hogy a problémákat hozza elő. Úgy értem, a politikai ellenzék. De hát abban az oktatási helyzetben, ebben a szétvert oktatási rendszerben bőven benne van az elmúlt három évtized minimum. Mert hogy ez, ez valahogy velejárója volt a mi rendszerváltásunknak, hogy ebben nem kerül bele a megfelelő figyelem. És épp, éppen ezért nem akarom összekötni, szóval nem biztos, hogy azzal kell összekötni, a politikai ellenzékkel kell összekötni, hanem a kritikus, nevezzük így fehézényázóan, a kritikus értelmiségének a feladatával, aki lát egy problémát a világban, és azt teszi a művé, művetárgyának. És az, hogy érezhetően személyes a hangvétele a, a, a filmnek, azt szerint ezt az attitűdöt módosítja? Abban az értelemben módosítja, hogy, és ez, ez számomra az egyik fő kérdés a filmvel kapcsolatban, hogy személyesebbé teszi személyesebbé teszi a perspektívát, individuálisabbá is, egyénre fókuszálóbbá, hiszen ott van ez a kisfiú, akiről Hát igazából az elmondásokból tudjuk, hogy a rendező alter egoja, aki hasonlóan a főszereplőhöz. Amerikából jött, ugye a Bálint, hogyha jól tudom. A így. filmben egy szereplő meg Németországból, de hogy nagyjából ugyanebben az életkorban. Igen. Tehát, hogy ez egyfajta személyességet ad hozzá, azt a fókuszt, hogy a kisgyermeknek a perspektívájából látjuk az eseményeket. És ez magyarázhat meg nagyon sok olyan dolgot is, hogy a, hogy a gyermeki perspektívából nem biztos, hogy a rendszer romlottsága látszik, hanem adott esetben a tanárok ö, egyéni, mondjuk így ö, hibái. Tehát az, hogy van egy ö, Kegyetlenkedő tanár, vagy egy felületes tanár, vagy a, ö, egy nagyon kockamódon oktató tanár, a szabályokat mereven betartó, stb. 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 Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy azt mutatja meg, hogy mitől is viselkednek ebben az oktatási rendszerben így a tanárok, hanem azt mutatja meg, hogy kicsesznek a diákokkal. És közben meg, tök szokatlan szerintem az is, hogy a hatalomról, a, a viszonylagos hatalomról, tehát hogy egy iskolán belül milyen hatalma van egy tanárnak, vagy akár egy portásnak, vagy, vagy egy bárkinek, úgy mesél a film, ahogy nem nagyon szoktak a, a magyar filmben. Szerintem szóval rendkívül hatásos és szinte emblematikus az a többször is visszatérő jelenet sor, amikor a, a gondok vagy, vagy portás ugye visszaküldi a, a, a főszereplő fiút, hogy mert rossz ajtón jön, be, tehát nem azon az ajtón, ahol Portás szeretné, hogy hogy bejöjjön, és aztán ez a motivum, hogy ez vissza is tér a, a, a film végén. És nagyon-nagyon sok ilyen dolog van benne, ahol én azt éreztem, hogy nem feltétlenül kíméli magukat a tanárkaraktereket is. Tehát mondjuk a, a, a civileket, akik ebben az iskolai rendszerben ö, ö, küzdenek. És, és ettől lesz olyan éles a dolog. Tehát hogy a, a, az, hogy a fiú hazajön valahonnan, és azt érzékeltetik velünk a film nagy részében, hogy ott neki sokkal jobb volt, és hogy itt ehhez képest van egy csomó ilyen fura szürreális dolog, akár ez az ajtóval való szórakozás is. Szóval, hogy, 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 azt gondolom, hogy, 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 hogy ebből adódóan egy kicsit olyan, olyan vegyes a stílusa a filmnek. Tehát, hogy egyszerűen nagyon személyes, tehát érződik, hogy, hogy sebek szakadtak föl, amikor ezt a forgatókönyvet megírta, de ugyanakkor meg benne van ez az általános kép a mindennapi nyomorunkról, meg a szerencsétlenkedésünkről. Hát igen, és hogy ott vannak ezek az emberek, akiket egyébként én, én szeretném azt hinni, hogy nem az egyéni kicsinyességük viszi rá őket arra, hogy mondjuk százszor uh, kikű, újra küldjék a jó ajtón a gyereket, hanem hogy arról van szó, hogy bele vannak kényszerítve egy olyan munkába, ahol ők megalázottnak érzik magukat, uh, ahol áttekintenek rajtuk. És akkor ő, ő pusztán azt akarja elérni, hogy ne tekítsenek át rajta, hogy értelme legyen az életének, hogy értelme legyen annak, hogy napi nyolc órát eltölt abban a portásfülkében. Tehát, hogy, hogy innen is lehet át, és ez, uh, szóval, hogy, hogy én, én, én szeretek ezekre az alakokra ilyen módon esendőként gondolni, hogy nem a gorosság van bennük, mint hogy a tanár is lehet, hogy azért olyan merev a szabályokkal, mert uh, tudja, hogy az érettségén, vagy az akármilyen vizsgán a gyerektől majd uh, adatunként fogják felkérni, az, vagy visszakérdezni az információkat, és nem, uh, nem azt fogják kérdezni, hogy egyébként mit gondolsz a Petőfi az érzelmekre tett hatásáról? És igen, mintha azt mondaná egyébként a fekete pont, hogy nincsen kiút, és nem, nem azt mondja, hogy itt vannak a gyerekek, ők majd máshogy csinálják, mert ugye ez is egy ilyen visszatérő motivuma ezeknek a filmeknek, hogyha van lehetőség a, a forgatókönyvben ilyen reményt kelteni, akkor mindig a gyerekek azok, akik a reményt jelentik. De itt inkább arról van szó, hogy ezek a gyerekek sokkal többet érdemelnének. Tehát valahogy ez a film, ez inkább így használja a gyerekkaraktereket, karaktereket, ugye van egy, 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 egy rendkívül hangsúlyos igen hosszú rész, ami mintha erre utalna, hogy ezekben a gyerekekben sokkal több van, mint amit ez a, az oktatási rendszer ki tud belőlük ö, húzni. Akkor, amikor úgymond a jó tanár elkezd velük ö, emberi módon viselkedni, és nem feltétlenül csak ilyen magológépekként ö, látja őket, de egyébként ezzel kapcsolatban nekem az jutott eszembe, amivel kezdtük, hogy ez a, 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 a tehát ez a dokumentarista, meg a, iskola, a, budapesti iskolának az amatőr színészekkel való munkája, hogy hát ha gyerek szereplőket használsz, azok mindig amatőr színészek lesznek, főleg, hogyha iskolába teszed őket, hiszen akkor a saját életüket játszák. Ezek a gyerekek elmennek a forgatásra, és másnap iskolába mennek. Tehát, hogy a saját életüket adják, még akkor is a megrendezett szituációban. És ez szerintem nagyon érdekes, mert ez a legfiktívebb filmet is dokumentaristává teszi. Igen, és hát azért a, a felnőtt szereplők között sem nagyon van ö, profi színész, vagy hát olyan színész, aki, aki, aki színész színész, olyan popkultúrai szereplők, meg máshol már látott művészfigurák, azok vállaltak benne a színész szerepet, de 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 gondolom, gondolom ez nem csak azért van, mármint, hogy nincsen benne nagy budapesti vezető színész a, a, a filmben, mert nem tudták volna megfizetni, hanem, hanem van. Valószínűleg mögött van valami alkotói koncepció is, vagy hát arra gondolok, amit te is mondtál, hogy ettől máshogy működik a film. Hát meg hogy nincsenek benne azok sem a képzett színész manírjai, sem a ö, hozzájuk való viszonyulás, tehát egy ismert színész ö, bekerül mondjuk egy gyerekközösségbe, akkor valószínűleg nehezebb a közvetlenséget, vagy a ö, viszonyulásnak a gördülékeséget kialakítani. Meg talán még az is lehet, hogy bennünk nézőkben is a, rátapad a, az előző szerepeknek a, a, az élménye Igen. az új karakterre egy sztár esetében. Én, itt nagyon érdekes, a, a, ugye említettük a családi tűzfészket, Tarvilánk a filmét, és ő utána nem sokkal megcsinálja a panel kapcsolatot, amiben, amiben már, két vezető színész, Kaposvári vezető színész játszik. Így van. És hogy ez mennyire más? Miközben szenzációsan játszanak, és tényleg ö, olyan a színészözetés is, meg a színészi munka is, hogy képesek levetkőzni a manírokat, de. Struktúráltabbnak tűnik, vagy olyan, igen, a kitaláltabbnak tűnik a panel kapcsolat, mint a Mert hogy vannak színészek, akik tudják, hogy igen, egy jelenet, egy, jelent, egy jelentbe bemenni, egy jelentet elkezdeni, abba hagyni, igen, és hogy, hogy is ráadásul, most függetlenül attól, hogy ők mennyire voltak ismertek 83-ban, vagy mikor készült a panelkapcsolat, a lényeg az, hogy számunkra most Bogány Judit már X film, korábban látott film, még ha most látjuk először a panelkapcsolatot, akkor is X korábban látott filmnek a tapasztalatával együtt jelenik meg, és őt látjuk viszont és mondjuk a, a, a fekete pontban meg van néhány olyan szereplő, most hirtelen, aki nekem a legjobban tetszett, a Kovács Ákos dadanyút eszembe, aki a tesitanát alakítja, aki nem tudom, hogy tudod, de egy, egy ilyen zeneipari figura egyébként, egy ilyen eléggé, eléggé ismertnek, meg szeretetnek számított zeneipari figura, de ő... Ő dedikáltan nem színész. És, és, és mégis meg tudja fogni úgy a figurát, hogy, hogy az egyszerre lesz ilyen nagyon hiteles tesi-tanár figura szerintem, ugyanakkor meg megvan benne az a civilség is, amit valamit te is mondtál, elhisszük, hogy, hogy a karakter és a, a karaktert játszó alak össze összemosódik összeér, igen. Igen, tehát, hogy nem feltétlenül kell neki ö, ugyanazt mivelni az életben, de mégis hozzá kapcsolódnak azok a gesztusok, az a keresetlenség, amivel talán, ö, igen, erőteljesebben tud működni. Pont a testi terár az is kérdés, hogy vajon, vajon egyéni gonoszság hajtja-e őt erre a rendpártiságra, vagy ez egyel eleve a a tesi tanárságba kódolt, mert nekem is ilyen tesi tanárom volt 80-as években, tehát hogy ez bele van kódolva a dologba, azt nem tudom. Ő egyébként szerintem egy eléggé árnyalt tanárfigura a többihez képest a, a filmben, mert ugye ez, ez nem spoiler talán, hogy, hogy, hogy azért neki a, a film első harmadában egy csomó gesztusa van a gyerekek felé. Tehát még a, még a főszereplő fiú felé is, ugye amikor megérkezik, és akkor van ez a nyitó ünnepség, és akkor legugol, vagy valami, és Csinál, és oda megy hozzá, meg kérdezi, hogy megkérdező rosszul vagy Persze utána rögtön jön ez a szatirikus fordulat, hogy jó, ha nem vagy rosszul, akkor álljál föl, mert szerencsétlenkedj itt, és akkor már rögtön kap egy ilyen árnyalást a, 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 a figura. De igen, és ez, ez, ez szerintem egyébként nagy, nem is az nagyon hiányzik a magyar filmből, de hogy nagyon jó látni, amikor a magyar filmnek ez a hagyománya így, így újjáélet, hogy fölfedeznek -föl ilyen amatőr szereplőket, szereplőket, sőt, hát ebben az esetben egy egész közösségnyire van igazából. Igen, ami nekem eszembe jutott, amit uh, már többször is használtad, a szatirikus, meg a szürreális kifejezést ezekre, hogy, hogy tényleg az a kérdés, hogy, hogy a valóságunk szürreális, vagy groteszk, vagy, vagy ez a film, amelyik ábrázolja, és hát nekünk uh, beszélgettük a vetítés után is, meg, meg most a felvétel előtt is arról, hogy vajon, uh, vajon mivel állunk szemben? Mert hogy, uh, hogy számomra a valóság sosem lehet groteszk vagy szürreális, hiszen megtörténik. Annak a bemutatása lehet az. Az egy másik dolog, hogy mondjuk valami fajta normalitásból nézve a valóságunk, a magyar valóságot mit mozit már ha létezik ilyen normalitás, akkor ez groteszknek hat, akár ahogy a mesteremberek viselkednek, vagy a portás, vagy a tanárok, vagy azok a helyzetek, amikbe bele kerülünk minden nap, és talán. Talán az ennek a kulcs, ezért értékes ez a film, mert hogy amikor benne ülünk ezekben a mindennapokban, nem ötlik fel nekünk egy megnyitón, hogy miért is kell tűző napon szeptember 1-én ott több tízezer gyereknek szerte az országon, hogy unalmas beszédeket hallgasson az ájulási. Tehát, de, amikor a választó jelenik meg, ez egyértelmű evidencia, hogy mi a fasság ez. Ez a szembesítő ereje, nem? Ennek, talán ennek a hangnemnek. hogy, hogy a hogy valami... hozza ki egy realisztikus ábrázolás. Ez csak megmutatja pőrén, mindenfajta torzítás nélkül, hogy srácok, ez van minden egyes Év, tanévkezdéskor. Hát meg hogy mi is így éljük szerintem az életünket, hogy azért nem akarunk állandóan abban lenni, hogy milyen rettenetesen grotesz és szürreális az a sok helyzet, amiben vagyunk, ami, amit megpróbálunk felülkerekedni, ezért megszokjuk. Tehát valóban egy ilyen elájulós, évító, mindenkinek a hétköznapjaihoz hozzátartozik, és valóban olyan hangulatú, nagyjából, mint amit a filmben láthatunk, de ugyanez van a mesteremberekkel való egyezkedés közben is. Hogy ha visszagondolunk, hogy ebben a filmben hogy van ez ábrázolva, hogy van egy statikus kameraállás, ugye a Rébmarci lerakja a kamerát, nem is látszódnak az arcok egyáltalán, csak ezt a három alakot látod, ha jól emlékszem, a sorablak előtt, és hallgatod ezt a valóban abszurd beszélgetést az ablakokról, hogy melyiket lehet kicserélni, melyiket nem, abszurd és szürreális, de valószínűleg azért nem érzed annak, mert hogy naponta kétszer kerülsz ilyen helyzetbe. Illetve pontosan azért érted, mert hogy, hogy amikor, amikor nekem inkább pont az jutott eszembe, hogy hát baszki, ezt mondta nekem a múlt héten a mesterember, akit kihívtam valamit megszerelni. Igen, hogy igen, igen. Hogy miért is normális? És akkor teljesen normálisnak éreztem, hogy hát, az egész házat fel kell turni, nem lehet uh, megoldani másképp. És amikor így kívülről látod, pőrén a, azt, ami vele történt tegnap, akkor hirtelen rá hogy de miért tartom én ezt természetesnek? Szerintem az a jelenet az úgy, ahogy van, nagyon-nagyon sok elemével együtt abszurd. Tehát gondolom azért is, azért is így lett megcsinálva, vagy így lett lefényképezve, vagy így lett, igen, fölcsnittelve az egész, mert hogy valami olyan távolságtartást próbál benne bemutatni, ami ezzel együtt tök hatásos. Mármint, hogy Persze, meg a filmben több ilyen pillanat van, Amibe, amit ö, szimbolikusnak szán, ugyanúgy statikus kamerával veszi fel a liftes pillanatot, Igen. amikor ott nyílik meg záródik a liftajtó, tehát hogy az, az is úgy van ö, megjelenítve, hogy elemelődjön a konkrétumtól. Tehát, hogy ne pontosan azt nézd, hogy itt, ebben a helyzetben ez az ember milyen mondatokat mond, hanem azt érezd, hogy itt valami fajta tágabb, elvontabb, vagy általánosabb érvényű igazságra próbál, próbálja a gondolataidat irányítani. Utolsó kérdés, te, mint aki nagyon-nagyon sokat jár fesztiválokra. Te hogyan látod, hogy a Fekete Pontban mi az, amire így fölfigyeltek Lokárnóban? Mi, mi, mi az, amitől ez a film érdekes a világ más pontján is? És nem csak nálunk, mert ugye most talán hosszan beszélgettünk arról, hogy mennyire specifikus ez a film. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én ezt pont, ha már új hullámokról beszélünk, akkor a román új hullám megjelenésekor körülbelül 2005 körül Csodálkoztam rá, hogy ö, amikor ezek a filmek meg ö, bemutatták a nagy fesztiválokon, akkor én azt gondoltam, hogy nem fogják érteni. Én ráadásul ö, Kolozsváról származom, tehát a román közeget. Még részletesebben ö, ismertem, és hogy ö, azt gondoltam, hogy Á, hát ezt nem fogják a nyugatiak átlátni, ezt a komplex utalásrendszert, és ugye azt tudjuk, hogy egyből berobbant. Tehát, hogy miközben azt gondoljuk, hogy ezek specifikumok, és nagyon sok olyan kulturális utalás van, amit csak mi értünk, ezeket át lehet látni, mert ezek általános emberi problémák, és ezeket biztos, hogy át lehet látni. A másik pedig, hogy most konkrétan a Fekete Pontról, Tényleg beszéltük arról, hogy itt most jönnek az iskolás filmek szakmányban, a nemzetközi filmtermésben. Tehát Mémetek az, hogy is. az oktatási rendszerrel valami irtózatosan nagy gáz van, és bizonyítottan az oktatási rendszer az egyetlen, ami képes egy egyenlőbb, vagy igazságosabb, vagy toleránsabb társadalomnak a létrehozására, és az a legelhanyagoltabb, még a leggazdagabb országokban is. Ez, egy, ez, valószínűleg egy mindennapi tapasztalat szerte, mondjuk minimum Európában, de valószínűleg tágabb kontextusban is. Nem beszélve arról, hogy ez a közvetlenség, az amatőr színészek, minden értelemben amatőr színészek alkalmazása, ez mind hozzáadhatott, és hát azért mégiscsak a világ egyik legjobb operatőre fényképezte. Így van. Réb Marcell. mondjuk ki a nevét, nem tudom, hogy említettük őt már a beszélgetésben. Nem említetted az én nem is Nem baj, elmondjuk akárhányszor. Zsolt, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk és beszélgettünk. Köszi a Nektek is köszönjük, hogy megnéztetek minket. Iratkozzatok fel a csatornánkra, hogyha még szeretnétek ilyen nagy videókat látni, és nézzétek a fekete pontot a mozikban, mert hogy már látható, és várjátok az újabb videókat, már majd jövünk nem sokára azokkal is. Minden jót, vigyázzatok magatokra.